Szervusz Tibor, jó napot kívánok ismét innen a 11. Kolozsvári ünnepi könyvhétről. Hát ahogy Tibor is mondotta, Gerős Péter, budapesti író, szerkesztő, kritikus, 7 kötetes szerző, dokumentumfilm rendező a vendégem. Hát ők többek között Mészöly Miklósról készített dokumentumfilmet, Nádas Péterről, de ma Kolozsvárra a Verkfilm című, nem filmjét, kötetét hozta el hozzánk. Szervusz! Üdvözlök mindenkit, szervusz! És hát Isten hozott Kolozsvárra. Azt sokat beszélgettünk most adás előtt, de meg sem kérdeztem, hogy először jársz itt. Nem, voltam már többször Kolozsváron, és nagyon szeretek itt lenni. Igaz, mindig változik az arca Kolozsvárnak, úgyhogy nehéz tájékozódnom, de a szeretet, az itt lét szeretete az mindig megvan. És a könyvhét hangulata, nyilván ott van Budapesten is a nagy könyvhét, sokkal gigantikusabb formában, de valahogy Kolozsvár másabb? Más, igen, gyakrabban süt ki a nap, és ered el az eső, tehát ez is mindenképp hozzátartozik, de nagyon jó itt lenni a palotában, és az ernyők alatt, és nézni a színpadot, úgyhogy ugye nemrég voltam fönn a stage-en, a színpadon, de lent is nagyon jó lenni a közönségként, és nézni azokat, hallgatni, akik kollégákként, közelebbi, távolabbi kollégákként föllépnek a színpadra, és mesélnek a munkáikról. Közben eszembe jutott valami, nem ezt szerettem volna kérdezni, de eszembe jutott, többször felteszem ezt a kérdést a budapesti magyarországi íróknak, vagy akár színházrendezőknek, hogy más az erdélyi közönség, más az erdélyi olvasótábor, mint a magyarországi? Igen, a válasz egyértelműen igen, bár nagy tapasztalatom nincs a téren, de mégis valahogy az az érzésem, hogy a tömegből jobban kirajzolódnak az arcélek, jobban látom a tekintetet, és ez valószínűleg a figyelem működésével függ össze. Másfajta figyelemmel ajándékozza meg az itteni, a kolozsvári közönség az embert. Pesten kicsit a tömegszerűbb és kicsit arctalanabb. Nagy vonalakban ez a benyomásom ezzel az élménnyel kapcsolatban. És akkor itt van a Verkfilm, mutatom is azt hiszem, jól tartom a könyvet, lássák a nézők is, és én itt lesek a másik oldalról, ahol a papírkáim vannak. Tehát én megmondom őszintén neked, hogy én a címre kaptam fel a fejem. Hát, tulajdonképpen itt van egy íróember, egy filmes ember, aki elkészítette egy verkfilmnek az írott változatát, vagy leírt egy verkfilmet, vagy hogy képzeljük ezt el? Jó, ezt egy kicsit kifejtem. Tehát az identitásomnak nem része a filmezés. Tehát én ilyen tekintetben nem gondolok magamra filmkészítőként. Hát van 3 dokumentumfilmet. Ha már valaki egyet elkészített, egy picikét filmes. Nagyon picikét, de mondjuk kicsit ironikusan úgy szoktam fogalmazni, hogy ezt a 3 dokumentumfilmet, inkább portréfilmet, ezt véletlenül csináltam. Lehet, hogy nem is állt szándékomban, csak nagyon közvetett módon. A filmek elkészültek, közben jártam, vagy ott bábáskodtam a megszületésük mellett fölött, de maradjunk is ennyiben. Viszont a film médiuma az mindig nagyon érdekelt. Nem a készítése közvetlenül, inkább azt mondom, hogy elméleti módon érdekelt nézőként is, de mint a gyártás processusa, annak a kulisszatitkai, az érdekessége, egy ekkora illúzió, amit úgy hívunk, hogy film, hogyan jön létre. Ez egy óriási gyárüzem, ugye? És akkor ez a Verknek a feladata, lelebbenteni a fátylat. Pontosan. Pontosan. Azt a nézőpontot megtalálni, ahonnan ez az illúziógyár megmutatható, és hogyha így is fogalmazok, hogy illúziógyár, akkor rögtön számomra, és remélem a néző számára is, valamennyire kihangsúlyozódik ennek egy metaforikus jellege. Megmutatni azt a műhelyt, ahol a nagy varázslat, ahol az érzelmek születnek, vagy az érzelmeket kiváltó produktum születik, ami pedig, hát ismét kicsit képletesen fogalmazva, sokszor kalapálással és a flexelés hangjaival kísérődik, abból születnek aztán a könycseppek. Na, nem akarom ezt ennyire ábrándosan fogalmazni, de mégis valami ilyesmiről van szó, és ennek a nézőpontja nagyon érdekelt, illetve még egy dolog, hogyha, amit fontosnak tartok ide fűzni, ugye szóba jött Mészöly Miklós, akit nagyon fontosnak tartok olvasóként is, előképként is, és ez a regény bizonyos értelemben
kapcsolatot próbál fölvenni Mészöly Miklós film című regényével. A perspektívának egy bizonyos szögeltéréssel való újrafelvételével. Bocsánat, tehát, hogy ezt világosan tegyem, ott a film nézőpontja az, ami fontossá válik a poétikailag és narratológilag. Itt majd, hogy nem a filmmel szemben, tehát hogy a kameralencsével szembe helyezkedő másik kameralencse, ez nem pont egy 180 fokos szögeltérés, de a Verg film kameralencse kicsit szemben áll a kameralencsével, ezért fogalmaztam, hogy egy bizonyos szögeltéréssel. Igen, itt azt mondtad, most ért véget nemrég a beszélgetésed Szánta Jánossal, az volt az elképzelésed, legyen egy film és egy regény, amely keretezi ezt a filmet. Jól idéztelek? Hát én nem emlékszem, hogy pontosan mit mondtam, de a lényege az stimmel, és mint hogy nem csak ennyire elméleti ez a probléma, itt van egy valós kérdése is a könyvnek, ez fontosnak tartottam kifejteni az előbb a színpadon is, ez pedig a Jézusi megváltás történet. Ugye a filmet, a regényben elbeszélt filmet ez érdekli, csak amikor erről elkezdtem gondolkozni, hogy ez egyáltalán a megváltás történet hogyan újra elbeszélhető, akkor arra jutottam, hogy sehogyan, vagy hát legalábbis közvetlenül biztosan nem. És ennek egyfajta ilyen újrakeretezettségét, egy narratológiai, ilyen dupla fenekű szerkezetét hozza létre, vagy segít létrehozni az, hogy kettős elbeszélésről beszélünk. A filmről, ami egy mai megváltás történetet próbál elmondani, de minthogy ez csak bizonyos naivitással lehetséges, ezért kereteztem újra magával a Verkfilmmel, ami a Jézusi megváltás történetről szóló filmet keretezi, azt veszi, annak a gyártási folyamatát mutatja meg. Péter, most azért beszélünk erről a könyvről, közben ismét mutatom, hát hogy minél többen elolvassák, hát mi a könyvnek a célja, ugye? Mondjuk el a nézőknek, miről szól, de röviden, tehát a történet, mi röviden a történet, illetve hogyan jelenik meg itt az irodalom és a forgatókönyv, tehát itt egy ciklikusan váltakozik. Igen, tehát itt tulajdonképpen ez a film forgatásának a három hónapját beszéli el, és itt van, próbálom nagyon tömören fogalmazni, vagy sikerül, vagy nem, tehát, hogy a stáb, a filmet forgató stáb leköltözik Perőcsénybe, ez egy Börzsöny oldalában lévő, a szlovák-magyar határon lévő pici falu, mert hogy az a film, amit ők forgatnak, és annak a filmnek a szereplői Perőcsénybe leköltöző pestiek. És hát ehhez a film legyártásához is okvetlenül nyilván le kell költözni valahova. Itt ez lehetne más falu is, de ők is éppen ugyanebben a faluban veszik fel az itt játszódó történetet. És akkor ez úgy épül föl, kicsit újra ténylegesen játszva a megváltás, vagy az evangélium újra elbeszélhetőségével, a főbb jeleneteire, az új szövetség főbb, most ezt irodalmilag mondom, nem vallási értelemben, de főbb jeleneteit is kicsit újra narrálva, 10+1 fejezetre osztható, és minden fejezet úgy épül fel, két részből áll, hogy az egyik az tulajdonképpen a regény cselekménye, ami... Az irodalmi leírás, és a másik a forgatókönyv. Így van. Tehát van egy stáb, akik forgatnak egy filmet. Ennek van egy valósága, ennek van egy, vannak történései, hát rengeteg embert válik a szereplőnk, és a többi, és a többi. Tehát hogy egy filmforgató, egy verk anyagról beszélünk. És a másik fele az meg, ahogy mondtad is, az a forgatókönyv, tulajdonképpen ez maga a film, amit forgat a stáb, és ez a kettő néz egymásba, ez a kettő párhuzamosodik, variálódik, bonyolódik, és tényleg néha érintkezik, mert nagyon hasonló problémákkal szembesül maga a film, mint a film forgatásáról szóló regény. Szerettem volna megmutatni a nézőknek, de ez nem fog sikerülni, mert így nem derül ki olyan szépen, ahogy az egymásba fűződését a forgatókönyvnek, a irodalmi szövegeknek váltakoztatott. Péter, van türelmed ahhoz, de nagyon röviden, nem hosszan, mert nincs sok időnk, egy picit, hogy érezzék a nézők a hangulatát. Nekem például ezt tetszett, vagy olvashatom én is, olvashatod te is. Ez a Matyika. Igen, amit most a kezembe adtál, az éppen a
a forgatókönyv része, tehát maga a film, amit olvasható. Itt most ebből a részletet még nem olvastam föl, zavarba vagyok, de azt hiszem, hogy itt ezt döntést kell hozni felolvasásban is, hogy elé olvassam a nevet, mert mint a forgatókönyvben ugye minden megszólalás előtt ott szerepel a név, így fogom csinálni. Ferenc. Ha jól látom, elhajít egy barackmagot. Ebben te már nagy utat tettél meg. László. Tulajdonképpen elindultam rajta, elnéz a bőrsöny felé, amerre a mag repült. És jól esik arra gondolnom, hogy még nagyon hosszú az út. Szeretnélek titeket is magammal vinni a békés felejtésbe. Mert a felejtés békesség. Matyika. Anya, miért kell mindent elfelejteni? Zoltán. Marha jókat mondasz. És akkor ne is csináljunk semmit? László. Dehogy nem. Dolgozni kell töretlenül, de csak azért, hogy fenntartsuk magunkat. Arra jöttem rá, hogy aki ki akar tűnni a közösségből, az nem érti a közösség eszményét, sőt az egyén kitűnése a közösségből egyenes út a közösség felbomlásához. Az egyén kitűnése és az emlékezet szorosan összefüggenek. A mikrofont. Én ezt szándékosan választottam, ki nem tudom miért, erre esett a választásom, köszönöm szépen. Itt még nagyon édes, hogy két sorral odébb megszólal Matyika, és megkérdezi, hogy anya, mi az a közösség? Szóval azt is mondod, hogy regényt írni számodra elsősorban kutató munka. Tehát ezt a könyvet is egyfajta kutató munka előzte meg. Itt most kétféle értelemben is értettem a kutató munkát. Az egyik az az, hogy valóban, ahogy utalsz is rá, mindenképp kutatás előzi meg. Ez elkerülhetetlen, tehát ezzel nem állok egyedül. Nem, egy ilyen volumenű, több éves munkát nem tudja nem megelőzni. Az, hogy az ember térképet rajzoljon, és tudást halmozzon fel a saját témájával kapcsolatban. De itt a kutatást én más értelemben is használom. És elsősorban talán inkább úgy, hogy megtalálni azt a kérdést, ami a saját választott problémám velejéig hatol, minél pontosabban tudni, hát ilyen módon egy párbeszédet kialakítani magával a problémával, és végül ez a kérdés feltevés, ennek a kérdésnek a megfogalmazása lesz maga a regény. Így gondolkodom, és ezt nem most először, hanem ez a többedik regényem, amiben ezt így éltem meg a kérdés megfogalmazásaként. És egyáltalán nem próbálod meg manipulálni az olvasót, ahogy látom, tehát... Hát attól függ, milyen értelemben, bizonyos értelemben minden egyes szóval manipulálni, igyekszünk mindannyian írók az olvasókat. Milyen értelemben gondolod? Hát, hogy nem csak a szépet és a jót, mert azért így velejéig belemész a dolgokban, és nagyon nyersen feltársz bizonyos helyzeteket. Jó, de hát mi más lehetne a szép irodalom feladata, mint hogy ne cukrozzon föl semmit, ne szépítsen semmit, hanem ellenkezőleg mindent, amit társadalmilag, és főleg ebben a hát eléggé újfajta mediális környezetben, amit az utóbbi években, évtizedekben tapasztalunk, hát ezt lebontsuk a dolgokról, és hát kicsit lehet, hogy naív megfogalmazás, de hogy ilyen értem a dolgok lényegét, ha van nekik ilyenjük, vagy legalábbis sajátos természetét mutassuk meg. Tehát ez nem elképzelhető más módon, mint hogy a szépséget időnként lerántja az ember. Péter, kinek ajánlod ezt a könyvet? Ilyenkor, tehát ezt bárki elolvashatja, bárki megérti? Mert erre nincs garancia. Nem, garancia nincs. Most ezen még soha nem gondolkozom, úgyhogy nagyon köszönöm a kérdést. Gondolkozom kamaszoknak, igen, fiataloknak, 20-as éveiben lévőknek, igen, abszolút. És akkor elkezdtem gondolkozni, életkorhoz kötődik? Nem. Hát mondjuk, akiben van bármilyen érdeklődés, kíváncsiság, azzal kapcsolatban, hogy egy elbeszélés hogyan tudja saját magát leleplezni, hogy miként működik a filmezés, az irodalom saját maga, kicsit az anatómiai átvilág, hogy ilyen röntgenképet is próbál mutatni arról, hogy mi az irodalom, hogy működik, mi a film, hogy működik. Akit érdekel, a közösség. A közösség, a kis közösségek megszerveződésének a lehetősége, illetve főként lehetetlensége. De hát van olyan ember, akiket ezek a kérdések nem érdekelnek?
Tehát mindenkinek. Gerőcs Péter, köszönöm szépen, hogy időt szántál ránk. A nézőknek még egyszer nagyon melegen ajánlom a Verbfilm című könyvet. Köszönöm. Tibor, tied a szó.